Na, elhagyjuk Szent Florent. És értem, te fel akarsz tenni egy kérdést a nézőknek. Ja. Mert hogy mondta Szilvia magáit, közben én a táját videóztam, mert blablabla. Mi mondta te? Na, szavaztok, indulunk lassan. Értem. Jött a utolsó nap ezen a szálláson, és hát úgy terveztük, hogy 10-kor már indulunk, mire felvilágosítottam Gábort, hogy hát 11-ig kell elhagyni a szállást, úgyhogy még följöttünk reggel után, és én aludtam is egy kicsit. Nincs túl nagy kedvem elindulni. Elég fáradt vagyok. Megyünk, aztán csapatjuk a hegyekbe. Hát, csinálok egy valak kávét. Durván olyan 2,5 órás út lenne, de szerintem kerülővel megyünk. Úgyhogy olyan 4-6 óra körül érünk oda. Istvánék reggel már Firenzébe jártak. Ők Fonyódra indultak tegnap. Tegnap este indultak Fonyódról. Hát. Nekik is jó ide útjuk lesz, mint nekünk. Hát nekik még talán nagyobb szívás lesz. Hát ők többet héderelnek alvás nélkül, mert ja. Ők este jönnek a kompa, és majd csak akkor tudnak aludni egy keveset a kompa. Mondjuk az olyan jót lehet aludni, én kifejezetten jót aludtam. Csak az a 4 óra semmire se elég. Jó volt ez. Jó lenne most egy 4 óra még alvás. Olyan nehéz neki kezdeni összepakolni, pedig van mit. Akad. Szóval szét vagyunk. Kicsit. Egy memóriakártyát megtöltöttem. Fél idő. Úgyhogy. Na, mondjuk akkor pont jó. Mert az Instán szerintem nem telik meg, akkor még van kétszer ennyi. Na, pakolászunk, aztán magurúgatunk egy jót. Tartsatok velünk. Ha. Na, elhagyjuk Szent Florent, és tovább indulunk Dél-Korzikára. Valamilyen regió, vagy mibe? Nem tudom pontosan a nevét. Valami kép. Ja. Elő felmegyünk a hegyekbe. Gyertek, tartsatok velünk. Ha.
Mi mondt a tehén? Ja, itt van nekem a tehén. Úgy gondoltuk, hogy nem megyünk most fel a legmagasabb hegycsúcsra, mert rohadt nehéz így, nagyon fel van dobozolva a motor, nagyon nehéz most. Most valahogy én nekem nagyon nehéz így menni vele. Tehát most néztem térképen, hogy 34 kilométerre vagyunk tőle. Úgyhogy meggondoltuk magunkat, és mégis felmegyünk. Úgyhogy mégiscsak felmegyünk, itt vagyunk. Az a baj, hogy a szállásról eljönni, az egy 400 kilométer lenne majdnem oda-vissza. Annyit meg nem biztos, hogy ér. Annyit meg nem biztos, hogy eljönnénk onnan. Úgyhogy inkább felmegyünk most. Istvánék is akarnak. Hát majd meglátjuk. Maximum kétszer hát nézzük meg. Megnézzük mindenki. Na, úgyhogy tűz fel a hegyre. Ha.
Azért elég sok hegyi úton motorozgattunk már, de ez elég emlékezetes fog maradni, az biztos. Nézzétek, milyen a táj. Onnan nő a fügefa. Tessék? Onnan nő egy fügefa a hídból. Istennek. Jó, van egy kocsi. Jaj, elfér tőle. Elég keskeny a híd. Nem tudom, hogy mennyire lehet hideg, de olyan lazán fürdenek benne. Szerintem nem hideg. Azért elég változatos a sziget. Nemrég még a tengerpartokon kanyarogtunk, meg zsúfolt városon keresztül. Hát. Most meg itt a semmi közepén, ilyen környezetben. Na még 10 km a hegycsúcs körülbelül, vagy 12. Elértünk a hegy tetejére, a Monte Cintura. Nem tudom, hogy kell kimondani. Ez a legmagasabb hegy Korzika. Igen. Ettünk, ittunk, megkávéztam, és most jön egy matrica. Azt tudta, de éltem, hogy több mint 2000 kilométernyi túrősvény van a szigeten? Nem. Mert fel lehet menni a hegy csúcsra, szerintem ez az. Hogy 6-7 óra. Szerintem is. Gyalog. Azt most szerintem ma kihagyjuk. Nem tudom miért. Szállásom már úgyis majd az ajtón lesz a kulcs. Nagyon szép a táj nekem, egy kicsit Amerikához hasonlít. San Franciscóban vannak ilyen. Nem tudom, természetvédelmi területek, ahol ilyen nagy, hát jóval sokkal magasabb fenyők vannak, de ezek is azért elég nagyok a magyar fenyőkhöz képest. Hát meg ezek a sziklás táj, meg mit tudom én. De nagyon jó, és hangulatos. Ez durva. Azt leszámít, hogy hát, de egyébként Horvátországból is, meg Karlobognál is látszanak ekkora sziklák. Nekem ez úgy, hogy van, Horvátországhoz nagyon hasonlít. Nekem... Hát a víz azért, hát most, amerre jöttünk, az nagyon szép volt, ilyen tiszta kék és olyan öblök, hogy jaj. Ez meg olyan görögországos egy kicsit. Igen. Nekem másabb a táj, mint Horvátország.
valahogy nekem ez, áh, ez nagyon elcsípett ez a... nagyon megérte feljönni ide, ez a felvezető út, ez kegyetlen. Ez tuti emlékezetes marad. Szerintem ez az egyik kedvenc utam lesz. Na mondjuk... elég, mindegyik jó pofa. Igen, elég veszélyes motorozni rajta, de attól függetlenül jó. Csak észre kell menni, de hát aki eljön ilyen helyre, ilyen messzire otthonról, úgyse megy ész nélkül. Tehát azért úgy motorozunk, hogy van, van még benne tartalék, mert másabb egy Mátrába megmenni, mint mondjuk Korzikán. Elég szar lenne hát igen. Jutni. Úgyhogy, ja. De szép nagyon a táj. Eddig bármelyik úton mentünk, az motoros út. Mindegyik. Mindegyik utat nekünk csinálták. Na menjünk, dzsajunk a szállásra. Még azt számolgattuk, hogy pöcre pontosan annyi idő elérni a szállásig, mint mikor a hotelből elindultunk. Úgyhogy ez a kis kitérő, ez gyakorlatilag olyan, mintha egy másodpercet nem jöttünk volna a szállás fele. Úgyhogy most elindulunk. Na, éppen még látunk havat. Nem tudom, látjátok-e. Az útról jobban lehetett látni, de ott... biztos látszik videóban. Hát ott azért még van még hav. Na nézzétek, milyen szép a kilátás. És ahogy egyre lejjebb megyünk, majd a... a mutatom ilyenkor zenével akarom, úgyhogy tessék. Na, szóval lejjebb láttunk patakot, és kivételesen volt benne víz. Ezt most azért vagyok pipa, mert újra kell venni, egyszer már elmondtam, de Gábor oda zenét szeretne. Úgyhogy elmondom újra. Szóval lejjebb egy csomó autó megállt az út szélén, és fürdenek a patakba. És nagyon sok patakot láttunk már, csak mind ki volt száradva. Ez az első talán, amelyikben van víz. De biztos egyébként meleg lehet a víze, mert egy, mit tudom én, ha beleül az ember, akkor érhet így eddig. Tehát, hogy nem olyan mély. Ja. Úgyhogy jó pufa. Ha visszajövünk Istvánékkal, hozunk fürdőruhát, az belemegyünk mi is. Az mindenképp érdekelne, egy ilyen helyen milyen lehet fürdeni. Nagyon tuti lehet. Hát, hogyha ennyien csinálja, biztos jó. Ja, és igen. Mert, hogy mondta Szilvia magáit, közben én a táját videóztam, egy sokkal hangulatosabb, hogyha zene van a ilyen lassú táj képek alatt. Nem az, hogy
is taking down your walls. We victorious, we will take it all. As you go, yeah, it's glorious. Sweep you off your feet, I know. Janitorial, we will take it all. Na, haladunk szépen, már 400 km a szállásig. Értem, te fel akarsz tenni egy kérdést a nézőknek. Ja, hogy eddig még csak úgy csináltunk közvéleménykutatást, hogy Gábornak, Istvánnak, meg nekem is. A jobb lábújunkon, a kis, vagy a jobb lábunkon a kis lábújunk fáj. Nektek is szokott? És ha igen, akkor miért? Tehát, hogy mi nem jöttünk rá, mert a lábunk is nyilván másmilyen, a cipőnk is mind a hármunknak másmilyen, és mindig csak a jobb oldalon a kis lábunk fáj. Hát furcsa, mert ugye az előző csizmában nekem is fájt. Ez egy 46-os csizma volt, egy kicsit nagyobb volt a lábamra a kelleténél, most 45-öset vettem, mondom, ebben majd nem fog fájni. Mert úgy gondoltam, hogy abban egy kicsit tud mozogni, lötyögni, azért fáj. Nem. Ebbe is fáj. Most már elkezdett a bal lábom is, aztán észrevettem, hogy olyankor fáj jobban, ugye. Én mindig elég hülyén tartottam a lábamot a motoron, hogy lógott lefele a lábam, mint állat, aztán kanyarban mindig leért a csizmám. És most már valahogy hozzászoktattam magam, hogy így felhúzom a lábam. Tehát, hogy így lábújhegyen van egy kicsit. És akkor, hát így is leér, de már a lábtartó szokott leérni, úgyhogy azzal a csizma is. De most már nem lóg úgy a lábam, és így gyakorlatilag, ha egy jó 3-4 órát így kanyargok, hogy fel van húzva a lábam, na akkor kegyetlenül elkezd fájni a kis lábujjam. Úgyhogy nem tudom, mi a francért, de most jól esett levenni a csizmát. Hát én nem veszem le, mert vissza kell majd utána venni, és úgy sokkal rosszabb lesz. Hát. Már mindjárt odaírom. Nem soká ott vagyunk, úgyhogy. Ennyi. És gyakorlatilag 2100 kilométernél tartunk ezen a túrán. Pont a túra felén vagyunk. Hát majd meglátjuk, hogy a második felét jobban meghúzzuk kilométerbe, szerintem több lesz. Okay. És elméletileg, ahogy számolom, már az biztos, hogy ezen a túrán átlépem a motorral a 100 000 kilométert, és elméletileg, mire kikerül ez a rész, körülbelül olyan 100 videó lesz már a YouTube-on. Úgyhogy 100 000 kilométer, 100 videó, nagyon király. Ha. Na guruljunk tovább, tartsatok velünk! We will take it all.
Na, szevasztok! Megérkeztünk a szállásra. Éppen vacsorázunk. Há. Vacsoráta. Tábor vislit. Már sötétedik. A gyerekek tombolnak a medence körül. Nem tudom, mi játszótér nekik. Ott a medence. Még van a medence. Kivételesen földszinti a szállás. Igen, földszinti szállás is van. Grillezőnk. És azt néztük, hogy lehet, hogy szinte minden este grillezni fogunk. Nem kell étterembe menni, meg ilyenek. Ez tök jó, tök hangulatos. Ha. Istvánék már a kompon. 6 órakor, vagy 7 órakor beszéltünk velük? 7 óra körül? 7 körül. Akkor szálltak fel a kompra, van egy kis csúszás, elvileg éjfélre kiköt a komp. Szerintem lesz hajnali 1-2, mire leszállnak róla. 3-4 óra körül ide is érnek. Remélem itt a kölkök elcsitulnak hamarosan. Mindjárt szerintem jó az a szállás. Ez volt az első olyan szállás, amit átvettünk, ahol nagyon-nagyon sokat akartak velünk kommunikálni. Igen, nagyon aranyos volt a pasi. Mutatott egy térképet, és elmutogatta rajta, hogy melyik partszakasz zsúfolt, meg drága, hova menjünk, sőt egy olyan kis praktikát is mutatott, hogy a legkisebb csücsökbe, annyira kicsi a víz, így mutatta is, hogy derékig ér, hogy át tudunk sétálni egy másik szigethez. Na, jó pofa lehet. Na most megkóstolom ezt a dobozos kaját. Jó? Finom. Úgyhogy, ja, jó sokat kommunikált velünk, úgyhogy, de egy csomó mindent megértettünk meglepően. Én az egészet értettem. Úgyhogy, nem is vagyunk olyan elveszettek, úgy néz ki. Mit akartam? Ja, van itt a szállásnál egy nagyon tuti bolt, jó nagy. Tök logikus módon az a bolt neve, hogy kaszinó. Tehát nem magyar alapján, képzeljétek el. Giant kaszinó. De lehet, hogy van ott egy kaszinó, mert rengeteg üzlet, meg ilyen butik. Hát inkább pláza. Ilyen plázaszerű is. Jópa, van benne egy nagy bolt. Minden van. Elektronikai cikla, hozzászerelés. Olyan kaják vannak, amik... Elmondunk, amit eddig, bámulunk. Igen, nem is láttunk, úgyhogy... Úgy csomó mindent megkóstolnánk, és... Néztem, ugye a Szent Florentor voltunk, nekem a bolt is nagyon drágának tűnt. Nem azt mondom, hogy ez nagyon olcsó, viszont... Nagyon nagy a kínálat. Ja, igen. Nagyon nagy a kínálat, és mondjuk a grill kajákat néztem, hogy egy bepácolt, hatalmas nagy sertés oldalas, ami egy kilós, valami 10 euró. Tehát az durván 3900 forint mondjuk. Otthon szerintem drágább. Tehát az otthon ilyen nagyobb bepácolt sertés húsok sokkal drágábbak. Úgyhogy szerintem jó árban van. Virsli, meglepően rohadt jó virsli. 10 darabos. És valami 1,20-ért vettem, vagy 1,30-ért. Tehát az azt jelenti, hogy 400, 600 forintért. Most otthon az ilyen 5 darabos 600 forint, úgyhogy... Úgyhogy még a végén olcsó francia ország, vagyis Korzika, mint otthon. Ha. Pedig itt elvileg drágább a kéne, hogy legyen a sziget, aztán ugyanúzzák. És kíváncsi leszek, hogy is ül el majd a grillezés, mert ha jó, akkor nekem jobban van kedvem itt kajálni mindig, mint étterembe menni. Igazából az egy étterem úgy elvette a kedvünket. Igen. Na jó, eszünk, mert el fog ülni a kaja. Jó étvágyat nekünk. Ha. Meg neked élet. Ha. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going, I'm one of you.